Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, mai adásunk középpontjában a gazdaságát. Átadták a Denso gyártó csarnokát, az esemény apropóján kérdezzük Szijjártó Pétert, külgazdasági és külügyminisztert. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, csakom. Miért fontosak a magyar gazdaság szempontjából a fehérvári vagy az ilyen jellegű beruházások? Nézze, Székesfehérvár már egyértelműen a magyar gazdaság egyik fellegvárává vált. Nem véletlen, hogy az itt működő vállalatok folyamatosan bővítik a termelési vagy éppen fejlesztési kapacitásaikat. Járhattunk itt már többször is a Denso-nál vagy az Arconic-nál, amely szintén jelentős forrásokat csoportosított ide Székesfehérvárra. Ennek nyilvánvalóan több oka van, először is logisztikai szempontból Székesfehérvár talán a legjobb helyen elhelyezkedő város Magyarországon, hiszen közel van Budapesthez, jók az infrastruktúrális adottságai, munkaerő utánpótlás szempontjából is azt gondolom, hogy egy kifejezetten remek helyzetben van, főleg most, hogy a Corvinus Egyetemnek az itteni kampusza is megépült, ráadásul a város szakközépiskolái és szakképző intézményei kifejezetten komoly utánpótlást biztosítanak azon munkaerőigény szempontjából, amit a helyi vállalatok, akik folyamatosan növelik a kapacitásaikat itt támasztanak. És nemzetgazdaság szempontjából meg azért fontos Székesfehérvár, mert a Magyarországon létrejött nagy beruházások 90%-a a tavalyi esztendőben a vidéki településekhez köthető, és a megyei városok kifejezetten erősen szerepelnek, Székesfehérvár pedig természetesen az élmezőnyben, az élbolyban van. Az itteni vállalatoknak a további bővítő beruházásai pedig egyértelmű bizonyítékát adják annak, mivel tapasztalaton alapuló döntések nyomán jönnek létre, hogy az itt működő vállalatok kifejezetten elégedettek az itteni körülményeikkel. Akkor mondhatjuk azt is, hogy a helyi közösségeknek igenis van szerepük az egész gazdaságra nézve. Hát nézze, a magyar gazdaság teljesítménye, a nemzetgazdaság teljesítménye az a helyi közösségek teljesítményéből áll össze. Tehát az a tény, hogy ma Magyarország tudhatja magáénak a leggyorsabb növekedési ütemet Európában, hogy mi növekedtünk 5%-kal tavaly, idén meg 5,1%-kal. Annak az oka az, hogy a magyar emberek kiválóan teljesítettek. És a magyar emberek kiváló teljesítményéhez még hozzáadódik a Magyarországon működő vállalatok bátor beruházási döntéseinek a sorozata, és az a gazdaságpolitika, amely igenis kifizetődővé teszi a munkát. Tehát olyan adórendszert léptettünk életbe, amely azoknak kedvez, akik bátran vállalkoznak, és azoknak kedvez, akik hajlandóak dolgozni. És ez a három így együtt, a gazdaságpolitika, a helyi közösségek, az emberek teljesítménye és a vállalkozások bátor döntései adták ki, vagy adják ki azt a teljesítményt, amelyet most Magyarország egy Európa bajnoki teljesítményként nyújt. Hol tart most a magyar gazdaság, említett ugye ezt a szép számot, de összességében? Hát nézze, 9 esztendő alatt nagyon hosszú utat jártunk be, talán emlékszünk még arra, hogy 2010-ben milyen komoly deficite volt a költségvetésnek, egekben volt az államadósság, itt volt az IMF, a 12,5%-os volt a munkanélküliség, nagyon magasak voltak az adókulcsok, és mára eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag bekövetkezett a teljes foglalkoztatás, hogy az elmúlt 5 esztendőben minden évben megdöntöttük az éppen aktuális exportrekordot, illetve az éppen aktuális beruházási rekordot. Mára elmondhatjuk azt, hogy az 5% fölötti gazdasági növekedésünkkel egyértelműen hozzáteszünk az európai gazdasági teljesítményhez, és elmondhatjuk azt is, hogy bár a lakosság szám vonatkozásában a 92. helyen állunk a világban, az export teljesítményünkben viszont a 34-ek vagyunk. Egyike vagyunk annak a 35 országnak a világon, amely képes 100 milliárd euró fölött exportálni egy adott esztendőben, ami óriási dolog.
egy alig 10 milliós ország esetében. Tehát ebből is látszik, hogy a magyar emberek magas szintű képzettsége, szorgalma, munkaszeretete, az gyakor együtt azzal a technológiával, az magasan fejlett technológiával, amit a nagyvállalatok behoznak Magyarországra, együtt ez kiad egy olyan nemzetközi versenyképességet, amely 58 hellyel előrébb sorol minket, mint ami a lakosság számunkból adódna. Ugye több fontos momentumot is említett, akár az oktatás vonatkozásában, akár itt Székesfehérvár vonatkozásában, hogy ugye felkészült szakemberek kellenek. Ebben az átalakuló világgazdaságban hol tart Magyarország, illetve mik a hosszú távú tervek? Hát nézze, az nem kérdéses, hogy a világgazdaság olyan átalakulásukon megy keresztül, amelyet korábban a hihetetlen kategóriába soroltunk volna, hiszen olyan technológiai változások zajlanak, amelyek korábban a science fiction kategóriájába tartoztak, és ma már ezek a hihetetlen technológiák a siker előfeltételeivé váltak. És a magyar gazdaság pont ez alatt az időszak alatt, miközben zajlik a modernkori ipari forradalom a világban, megy át egy olyan dimenzióváltáson, amelynek során egy termelésorientált gazdaságból átváltunk egy fejlesztés orientált gazdaságá. Tehát egy olyan gazdaságá, ahol a technológiai színvonal, a kutatásfejlesztés aránya, a hozzáadott érték folyamatosan nő. Azt tudom önnek mondani, hogy amíg 2017 év végén az új beruházásokkal behozott munkahelyeken átlagosan 304 ezer forint volt a havi bruttó fizetés, az mára 505 ezer forint. Tehát a másfél esztendő alatt 200 ezer forinttal, tehát 66%-kal nőttek az átlagos bruttó bérek egy-egy új beruházás által létrehozott munkahelyeken, ami világosan mutatja, hogy a technológiai színvonala a magyar gazdaságnak az egy teljesen új dimenzióba lépett. Mondhatjuk azt, hogy akkor előtérbe került azért a tudás és a tudomány is? Igen, hát ugye ez a cél, tekintettel arra, hogy elértük a teljes foglalkoztatást, ezért sokkal kevésbé a munkahelyek száma, és sokkal inkább a munkahelyek által megtestesített technológiai színvonal az, ami számít. És itt nyilvánvalóan a különbséget a versenytársak között az jelenti, hogy ki milyen erőforrásokat tud megmozdítani a technológia, a kutatásfejlesztés, az innováció mellett. Ezért fontos, hogy a duális szakképzésből minél több vállalat kivegye a részét. Említettük ugye a Denzót. A Denzó is már két egyetemmel működik együtt a műszaki képzés területén. Győrben létrejött a Felsőoktatási Ipari Egyetemi Központ az Audi vezetésével. Nagy magyarországi vállalatok sorra kötik a partnerségi megállapodásokat magyarországi egyetemekkel. Egyre több helyi szakközépiskolával dolgoznak együtt. Ez az érdekünk, hogy egy ilyen tudás által generált növekedés legyen a gazdaságban. Ugye összességében a gazdaságpolitika is szükséges ehhez. Milyen irányvonalak mentén alakul? Hát nézze, a mi gazdaságpolitikánk arra alapul, hogy a munkát terhelő adóterheket ugye folyamatosan csökkentjük. Ma Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb adókat a társasági adó és a személyi jövedelemadó területén. Emellett pedig a szociális adó csökkentésére került sor az idei esztendő júliusában. Emellett a gazdaságvédelmi akciótervvel számos olyan intézkedést bevezettünk, amelyek egy esetleges világgazdasági lassulás esetén is megvédik a magyar gazdaságot, és képessé teszik arra, hogy továbbra is az Európai Unió átlaga fölött 2%-kal növekedjen. Tehát akár a kisvállalkozási adó csökkentése, a járulékok összevonása, az adóelőleg feltöltés, eltörlés a társasági adó esetében, mind-mind olyan intézkedés, amely megkönnyíti a magyar vállalatok működését. Ugye ennek kapcsán olvashattuk nem régiben, hogy október 1-től új beruházás ösztönzési rendet írt a kormány. Igen, és ennek a lényege az, hogy a munkahelyteremtés kikerül az előfeltételek közül, amikor a költségvetési támogatásra való jogosultságról beszélünk, aminek pedig a teljes foglalkoztatás az oka. Tehát innentől kezdve nem volna észszerű kizárólag a munkahelyteremtéshez kötni a költségvetési támogatásokat, hanem a technológiaorientált beruházásokat is tudjuk innentől kezdve támogatni, amelyek nem feltétlenül hoznak létre új munkahelyeket, de új gépeket, új technológiát, új eljárást hoznak be. Ezáltal versenyképesebbé teszik az adott vállalatot, így megemelik a már meglévő munkahelyek technológiai színvonalát, adott esetben a fizetéseket, megvédik
a munkahelyeknek a számát. A Denso is egy ilyen támogatást nyert, hiszen itt most a kapacitásukat jelentős mértékben megnövelik, félautomata és automata gépsorokkal, amelyek a legmodernebb technológiát képviselik ebben az ágazatban, és így a több mint 4100 ember, aki a Denso-nál dolgozik, egy magasabb technológiai színvonalon tud majd teljesíteni. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezekkel az eszközökkel, változásokkal elérték azt, hogy egy vonzó beruházási közeg az ország? Hát nézze, ma Európában az egyik legversenyképesebb beruházási környezetet Magyarország tudja biztosítani, hiszen egyrészt a társasági adó ugye 9%-ával és egy kulcsosságával a legalacsonyabb, és az egyetlen egy számjegyű ilyen típusú adó Európában. Másrészt az infrastruktúrális fejlesztések nyomán olyan területei is könnyen elérhetővé váltak az országnak, amelyek korábban logisztikai szempontból kifejezetten hátrányosak voltak. A magyar oktatási rendszer színvonalán a folyamatos növekedése biztosítja a gyors munkaerő utánpótlást, és van egy politikai kiszámíthatóság, ami számos európai országban nincsen meg. Itt ugye a kormányzó párt, illetve pártok kétharmados parlamenti többséggel rendelkeznek, így a nyugodt építkezés időszaka zajlik a teljesen fölösleges, személyeskedő, romboló viták helyett. Mik a hosszú távú tervek, célkitűzések? Hát nézze, meg kell őriznünk az Európai Unió gazdasági növekedése felett történő 2%-kal való folyamatos növekedést. Ez a feltétele annak, hogy Magyarország a közép-európai térség részeként továbbra is az Európai Unió növekedési motorjaként tudjon működni. Nekünk az a fontos, hogy a Magyarországon lévő munkahelyek technológiai színvonalát megnöveljük. Nyilvánvalóan nem szabad túlfűteni a gazdaságot, tehát most van 4,5 millió munkavállaló, e fölött van egy kicsivel az a határ, ameddig még azt gondolom, hogy el lehet menni. Teljesen fölöslegesen olyan gazdaságpolitikát folytatni, hogy mondjuk 6 millió ember munkáját igényelni, mert nincs annyi, és akkor a már itt lévő vállalatok kerülnének nehéz helyzetbe. Fenn kell tartani ezt a 2%-os előnyünket az Európai Unió átlagos növekedési ütemével szemben, vagy ahhoz képest, és akkor azt gondolom, hogy hosszú távon ez a versenyképességünk igenis fenntartható. És gondolom folyamatosan figyelembe kell venni, amit már említett is, az ipar 4.0-nak a kihívásait, hogy arra választ tudjon adni. Hogyne, egy teljesen új világgazdasági korszakba lépünk, ahol teljesen mások már a technológiai feltételek, így nyilvánvalóan mindazok, akik ezeknél a vállalatoknál dolgoznak, másfajta feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Tehát az ipar 4.0, a digitalizáció, azok mind-mind olyan folyamatok, amelyek esetében teljesen világos, hogy másfajta képességekre van szükség. Az erre való képzés, kiképzés a gazdaságpolitika egyik legfontosabb aspektusa kell, hogy legyen, ezért is emeltük meg a képzési támogatást, amelyet a vállalatok igénybe vehetnek 4000 euróra fejenként, ezért adunk a tanműhelyek létrehozásához támogatást, és ezért támogatjuk a duális szakképzés keretében a vállalat és az oktatási szféra együttműködését. Ez egyébként népszerű? Nagyon, egyre több vállalat veszi igénybe ezeket a lehetőségeket, egyre több vállalat keresi az együttműködés lehetőségét már a szakközépiskolákkal. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm, itt lettem. Mi pedig megyünk tovább, ahogy az elhangzott, a Denso-ban egy új gyártócsarnokot adtak át. Nézzük meg az erről készült összeállításunkat. Injektorokat tesztelnek éppen a Denso egyik csarnokában. Műszakonként akár 700-800 darab üzemanyag befecskendezőt ellenőriznek itt. Ezek a gyártósorok azonban hamarosan a Denso régi raktárhelyére kerülnek. Emiatt volt szükség a bővítésre. Az új raktár mintegy 17 000 négyzetméter. Itt alapanyagokat, félkész és kész termékeket tárolnak. Az új helyiséget pénteken adták át. Az autóipar, amiben mi tevékenykedünk, ez körülbelül az elmúlt 100 év talán egyik legfontosabb, legnagyobb változásán megy keresztül, és erre a változásra nekünk készen kell állnunk. Ezért nagyon-nagyon fontos volt az elmúlt 2 év, amiben ezt a kapacitásintenzív beruházást végrehajtottuk 60 millió euró összértékben, mert ezzel tudtunk felkészülni és egyben választ adni ezekre a változásokra. Ezt a megszerzett képességet viszont tudnunk kell használni, és a versenyképességünkre át kell tudnunk fordítani, mert ez az útja, ez a módja annak, hogy további üzleteket szerezzünk itt Európában, továbbra is meg tudjuk hódítani az Egyesült Államokat, illetve Ázsiában is a versenyharcban részt tudjunk venni. Ebben a projektben legfőképpen egy dolgot szeretnék azért kiemelni, ami egyedivé tette a Denso-s világunkban,
hogy a fejlesztések nagy részét magyar emberek ötletei alapján, magyar mérnökök tolvonalásait követve, magyar beszállítóknál magyar emberekkel tudtuk véghez vinni. És én úgy gondolom, hogy ezt a tudást, ezt a képességet megszereztük, és ez már örökre velünk lehet, és erre lehet építeni a jövőben is. Szeretném megköszönni természetesen a magyar kormánynak, hogy ismét meghallgattak, hittek bennünk, támogattak minket ebben a beruházásban, és bízom benne, hogy a mai nap folyamán közösen meg tudunk győződni, hogy ez a vállalat itt Székesfehérváron nem csak a fehérvári gazdaságot, hanem a magyar gazdaságot is kielégíti, és hozzájárul a fejlődéséhez. Szeretném megköszönni a HIPÁ-nak és minden egyes munkatársának, hogy segítették, meghallgattak minket, végigvezettek a döntés előkészítésben, és az elmúlt két évben a tőlük már megszokott professzionális módon fogták a kezünket, és sikerült időben a terveknek megfelelően lehívni a támogatást. Szeretném megköszönni városunk minden egyes vezetőinek, hogy az elmúlt 22 évünkben mindig is jó házigazdák voltak, odafigyeltek ránk, és míg mi is fejlődtünk, ők is fejlesztették a várost úgy, hogy a ledolgozott munkaidőnk után az alkalmazottaink kellemesen, regenerálódva el tudják tölteni az idejüket a városban. És végül, de nem utolsó sorban, kollégák, nektek is szeretném megköszönni, kedves barátaim. Tudom, hogy nem egy egyszerű időszaknak vagyunk a végén, de higgyétek el, hogy ez a változás sorozat, amit eszközöltünk, ez nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a jövőnkbe is helyt tudjunk állni. És természetesen a mai nap szóljon rólatok, szóljon az alkalmazottainkról, szóljon az ünneplésről, viszont ahogy már megszokták tőlünk, a holnapi naptól ugyanazzal az alázattal szépen csendben tegyük tovább a dolgunkat. A cég 18,5 milliárd forintos beruházást hajtott végre Székesfehérváron, és ehhez 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól. Szijjártó Péter az ünnepélyes átadón az ágazat fejlődésére helyezte a hangsúlyt. 2010-ben a magyar autóipar összesen 4000 milliárd forintnyi termelési értéket tudott előállítani, a tavalyi esztendő 2018 végén pedig 8547 milliárd forintnyi termelési értéket, tehát 4000-ből 8547 több mint megduplázta a magyar autóipar a teljesítményét 8 esztendő leforgása alatt. És hogy nincs megállás, azt mutatja az a tény, hogy az idei esztendő első 7 hónapjában újabb 13%-os növekedést könyvelhetett el az ágazat. 5722 milliárd forintnyi termelési érték állt elő itt Magyarországon az autóiparban a július végéig. Ez azt mutatja, hogy nincsen már olyan messze, akár jövőre el is jöhet, az a helyzet, amikor elérjük az álomhatárt, a 10 000 milliárd forintos éves autóipari teljesítményt. Ma 170 ezeren dolgoznak ebben az ágazatban. Nyilvánvalóan a magyar gazdaság gerincoszlopáról beszélünk. A teljes feldolgozó ipari kibocsátás 30%-a az autóiparból jön, és hogy mennyire versenyképes mindaz, amit Magyarországon magyar emberek autóipar címén előállítanak, azt mutatja az a tény, hogy 90,4%-ban exportra termelünk. Tehát mindannak a terméknek és szolgáltatásnak, ami az autóiparban előáll Magyarországon, 90,4%-át az ország határain túl értékesítjük. És ez hozzájárult ahhoz, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az elmúlt években rendre megdöntöttük a magyar gazdaság történet export rekordját. A város polgármestere többek között arról beszélt, hogy a cég egy biztonságos jövőt kínál a dolgozóknak. Nem csak több mint 20 éves közös múltja van a Denzónak és a városnak, nem csak szép jelene, hanem bízunk benne, hogy szép közös jövője is van. Egy városban, amelyik mindig is büszke lehetett a gazdaságára, büszke lehetett azokra az emberekre, akik ebben a gazdaságban tevékenykednek és dolgoznak, hiszen nekik, az ő munkájuknak köszönhető az is, hogy ezek a cégek nem csak idejöttek annak idején, hanem úgy döntenek időről időre, hogy a legújabb fejlesztéseiket, technológiájukat ide Fehérvárra képzelik el. Ezáltal mindig jövőt is kínálnak az itt dolgozóknak és a város közösségének egyaránt. A kölcsönhatás nagyon egyszerű. A város akkor tud fejlődni, hogyha a helyi gazdasága erősödik és nő, és bizonyára talán egyetérthetünk abban is, hogy ez fordítva is igaz, ahogy ügyvezető úr is fogalmazott,
akkor fog tudni a gazdaság nőni és fejlődni, hogyha az életkörülmények javulni tudnak, és ezáltal van egy kölcsönhatás, amiben közös az érdek, és a közös érdek láthatólag az elmúlt években is közös eredményeket hozott. Nem szeretnék sok adatot mondani, egyet mégiscsak muszáj, mert elég kifejező. 2010-ben körülbelül 9 milliárd forint volt az iparüzési adóbevétele az önkormányzatnak, tavalyi esztendőben meghaladta ez a 18 milliárd forintot. Még egy egykori jogász is ki tudja számolni, hogy ez egy duplikálást jelent, ami azt is mutatja, hogy miután növekedés az adóban nem volt, tehát adónövelésre nem került sor, ezáltal emögött egy gazdasági növekedés és egy hatékonyság kellett, hogy megjelenjen. Ami nem lehetett volna elképzelhető az itt dolgozók szorgalma és tudásának gyarapodása nélkül, és a technológiai fejlesztések nélkül. Én szeretném megköszönni, hogy Denzó ismét Székesfehérvárt választotta. Köszönöm mindenkinek, aki ebben tett és ezért dolgozott, és köszönöm szépen a kormánynak, hogy ezúttal megint számíthattunk rá, hiszen minden ilyen támogatás nem csak egy-egy céget és az itt élőket, hanem a város egészét is segítés támogatja. De azért Attila mondataiba volt egy olyan fél mondat, ami nagyon udvariasan, de mégiscsak érdekessé tesz talán egy gondolatot, már csak azért is, és azért merek erről beszélni, hiszen beszéltünk abba 20 percben is, amit itt most ezen találkozó előtt megejtettünk, mégpedig, hogy a környezetnek is fejlődni kell. A környezetben természetesen a technológia mellett, az oktatás fejlesztése mellett, akár szakképzés, akár felnőtt oktatás, akár pedig főiskola és egyetemi képzések struktúrájának emelkedése a duális képzés erősítése jelenti, de nyilván a közlekedési infrastruktúrát is jelenti. És biztos vagyok benne, hogy itt nincs a teremben olyan, aki nap mint nap ne szembesülne azzal, hogy mit jelent ezen a körforgalmon közlekedni, és hogy miért fontos az a döntés, ami megszületett, és a tervezés is most már gyakorlatilag a végéhez közeledik, és az engedélyeztetés is meg fog történni, és beszéltünk róla miniszter úr támogatásával is, Denzóval is, és más cégekkel is, hogy ennek a fejlesztésnek a következő éve már a fizikai kivitelezés tekintetében is meg kell indulni. De nem állhatunk meg itt, hiszen láthatólag a növekedés az ezt a turbósított körforgalmat is ki fogja nőni következő években, ezért muszáj a 44. stráda lejárónak a megteremtése, megépítése is. Ebben is elkezdődtek az alapdöntések, megszülettek, és elkezdődött a munka. Én köszönöm szépen a kormánynak, hogy ebben segíti az itt élőket. Soha nem elfelejtve, hogy az agglomerációról is szól, hiszen Székesfehérvár munkavállalóiból 32 ezeren ingázó munkavállalók, tehát nem fehérvári polgárok, nagyon magas szám, és nyilván egy jelentős részük autóval, autóbusszal közlekedik. Viszont pont az ilyen beruházások segítettek a városnak abban, hogy ebben az együttműködésben tovább tudjunk lépni, hiszen ez mutatja és bizonyítja azt, hogy ez nem csak Székesfehérvárnak, hanem az agglomerációnak, és akár csak ennek az ipari parknak a nagyságát nézve az összmagyar gazdaságnak sem mindegy, hogy előre tudunk-e lépni, és ez sok minden kell, egy egészen biztos együttműködés. Köszönöm, hogy ez megvolt a Denzó és a város között, és ígérem, hogy a kormány segítségével, a Denzóban dolgozóknak az elkötelezettségével a városra is számíthatnak a következő években is. A cég immár a világ harmadik legnagyobb autóipari beszállítója, amely 35 országban van jelen. Magyarországon több mint 4000 embernek ad munkát. Az Alba Innovár 2-ben köszönhették a Digitális Élményközpont által indított felnőtt képzésben résztvevő harmonos csoport tagjait. Már egy másik épületben, az Alba Innovár 2-ben kezdte meg a második évfolyam a felnőtt képzési tanfolyamát Fehérváron. A digitális felnőtt képzési programot tavaly januárban indította útjára az Alba Innovár. Az országosan is egyedülálló kezdeményezés célja a szakmai tudás és termelés hatékonyságának növelése, és nem utolsó sorban a szakképzett munkaerőhiány csökkentése. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült fizikailag is megnyitni az Alba Innovár 2-t, ami a felnőtt képzésre fog szólni. Az Alba Innovárt azért hoztuk létre, hogy a 21. századot közelebb hozza tudásra, know-how-ra a Székesfehérvár lakosságához, alapvetően a fiatalokhoz. Az Alba Innovár 2-t azért hoztuk létre, hogy a felnőtt képzésbe, hogy úgy mondjam, a digitális megalapozottsággal jobban tudják a jövő kívásait teljesíteni a dolgozók. Ez tavaly januárban indult be először az Arconic-nak a dolgozóival, egy sikeres 5 hónapos kurzus csináltunk,
A diplomaosztó júniusban volt a Székesfehérvári díszteremben, az alelnöke is részt vett ezen a diplomaosztón, és nagyon büszke. Ez egy globális mintaként emlegette akkor az alelnök, hogy ezt mindenhol az egész világon körbe kellene vinni. De ugyanakkor a második lépés, amit most már egy fizikai helyet is ki tudtunk jelölni neki, a második lépés is az Alba Innovárban történt meg. Most a Harmannal kötöttünk egy olyan megállapodást, ami remélhetőleg a Harmannak egy minta lesz globálisan, hogy ilyen típusú képzéseket végezzenek. Maga a felnőtt képzési modell az, hogy áll össze? Mondjuk nézzük ezt a kezdetektől. Valamikor 2018 májusában volt egy olyan ipari fórum, ipar 4.0-ás fórumnak nevezte a polgármester úr, aminek a lényege az volt, hogy a legnagyobb multinacionális vállalatokat, illetve kiemelkedő KKV vállalatokat meghívtak egy fórumra, és megegyeztek a közös nevezőbe, és a közös nevező az volt, hogy bizonyít képezni kell az embereket, mert nagyon komoly technológiai váltásokra van szükség, mert nagyobb hatékonyságot és a munkaerő hiány csak ezzel lehet kezelni. És igazából ekkor indult egy olyan képzési program, ami akkor egy 2-3 napos képzési program volt, amin nagyon sok vállalat részt vett, amit az Alba Innovárban tartottunk, de kérésre ki is mentünk a vállalatokhoz, illetve érzékenyítést végeztünk el, különböző helyen családi napokon vettünk részt, most legutóbb szombaton éppen a Harmannál voltunk, 3-4 ezer ember nézhette meg az Alba Innovárnak a robotjait, a mindenféle ipari és szolgáltatás, ugye a Pepper, ami már jól ismert Székesfehérváron, meg Legóval játszottak a gyerekek, stb. És igazából tavaly, mint ahogy említettem, tavaly januárra sikerült összerakni egy olyan képzési formát, amikor a 5 napból először 2 napot, de utána rájöttünk, hogy az 1 nap az, amikor meg tudják oldani a vállalatok azt, hogy nem könnyen, de a dolgozókat elengedik tanulni, és akkor 1 napot tanulhattak, az valahogy megold, tehát egyfajta termelési redundanciával, tehát az, hogy mások kvázi beálltak a helyükre és dolgoztak, tehát megoldották a kiegyenlítésüket, és akkor 5 hónapon keresztül minden héten egy-egy napot itt töltöttek 15-20 dolgozó, illetve először 20, és utána a végén a finishben 15 dolgozó, és a végére gyakorlatilag olyan képességekkel tettek szert, amivel robotsorokat tudnak kezelni, amivel automatizációba mondjuk azt, hogy értelmesen bele tudnak nyúlni, tehát nem egy piros gomba, sárga gomba, zöld gomba, hanem valóban, hogyha valahol elakad az egész rendszer, akkor ők kisebb problémákat át tudnak hidalni, akár programozás technikailag is bele tudnak segíteni a rendszerbe, és ez egy jóval magasabb szintű munkakör, mint amit idáig végeztek. Maga a képzés, ez mennyiben gyakorlati inkább, és mennyiben elméleti? Igazából az legelején úgy terveztük, hogy olyan 30-70, tehát hogy 30 elméleti és 70 gyakorlati, és ezért is jó az, hogy együtt dolgozik az oktatási intézmény és a vállalat, folyamatosan cserélik a gondolatokat, az, hogy milyen tananyagokat kell gyártani, rá kell ébredni arra, ami bizonyos szempontból azért nem volt meglepő, hogy a felnőtt képzésben az elméleti rész az nem annyira hangsúlyos, mert az embereknek a gondolkodás módja nincsen ráhangolva a szövegértésre. Tehát 2-3-4 mondat után az emberek többsége elveszíti a fonalat, és nagyon nehezen találja meg magát, amikor viszont gyakorlatiasan mutatjuk meg azt, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, és azt kell utána csinálni, és ennek persze meg lehet találni több módját is, akkor sokkal hatékonyabban tudnak előre haladni, és tulajdonképpen a januári képzés így alakult, és a mostani képzés már így alakítottuk ki. Ha európai szinten gondolkodunk, akkor azok, akik elvégzik ezt az 5 hónapos képzést, azok mennyiben lesznek versenyképesebbek, mint mondjuk egy német vagy egy holland, vagy ott már alapvetően így kerülnek ki az iskolából a hallgatók? Ebben a pillanatban nem csak Európában, hanem az egész világon, tehát USA-ba, de akár Ázsiába is
nagyon komoly hiány van a digitális kompetenciákkal felszerelt emberekben. Az emberek sokszor azt gondolják, a digitális kompetencia csak azt jelenti, hogy hogyan tudok egy mobilt irányítani, hogyan tudok egy robotot irányítani, hogyan tudok programozni. Ennél sokkal többet jelent. A digitális kompetencia az valami olyasmi, hogy a digitális eszközökkel megalapozva helyes döntéseket tudjak hozni, csoportmunkába hatékonyan tudjak részt venni, de ugyanakkor egyénileg is tudjak fejleszteni. Na most ilyen típusú emberből azért nagyon kevés van. Általában inkább a felsőfokú végzett, tehát mérnökök bírtak ilyen képességekkel, és mondjuk azt, hogy jobb helyeken technológiai végzettséggel bíró emberekkel, de nem, ez se volt teljesen tipikus például Magyarországra, de ugyanúgy nem tipikus többi országra. Tehát magyarul ezek a képességek borzasztó keresettek, és nagyon sok pénzt lehet velük keresni, és nagyon biztos jövő várhat olyan emberekre, akik ilyen tudással rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell külföldre menni, itt Magyarországon is nagyon komolyan meg tudják fizetni ezeket az embereket, de ugyanakkor zárójelben megjegyzem, hogy mindenhol borzasztóan keresett ez az ilyen típusú szakemberek. A város és az Alba Innovár, tehát az ipar 4.0 hozta kihívásokra reagált a programmal. A résztvevők 5 hónapon keresztül heti egy gyakorlatorientált képzési napon sajátíthatják el a digitális kompetenciákat. A képzések beindítása a város támogatásának is köszönhető. A tervek szerint a következő egy évben még 60-70 munkavállaló vehet részt az Innovár képzésein. Kedves nézőink, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!